Előnarráció Hegedűs a háztetőn a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek tolmácsolásában. Szép napot! Lendvai Zsóka vagyok, az AKU Egyesület munkatársa. A Miskolci Nemzeti Színház Hegedűs a háztetőn című előadásának akadálymentesítése kapcsán Szeret Zsófi, az előadás narrátora szedte össze önöknek mindazokat a vizuális elemeket, amelyek különleges és egyedivé teszik a társulat és az alkotók munkáját. Emellett betekintést kínálunk a darab múltjába és jelenébe is. Kérem tartsanak velem a következő pár percben, hogy még teljesebb legyen az élmény az akadálymentesített előadáson. A darab hivatalos ajánlója. Anna Tevka eldugott kisfalu Ukrajnában. Együtt élnek itt zsidók és keresztények viszonylag békében évszázadok óta. Tevje a teljes ember becsületes szegénységben neveli öt lányát, hogyha eljött az idő, a hagyománynak megfelelően férhez adja őket. A lányok azonban fellázadnak az ősi szokások ellen, és maguk választanak vőlegényt, megbotránkoztatva szüleiket és a közösséget. Ráadásul nem elég, hogy a modernesz még betörnek a faluba, egy szári rendelet kilakoltatja a zsidókat házaikból. Menniük kell, mindannyiuknak, mindent hátrahagyva, ami addig a hazát jelentette számukra. A Sólem Aléhem művei alapján írt világhírű musical, bölcsderűvel mesél a szívekben megőrzött otthonról, a hagyomány éltető és gúzsba kötő erejéről, közös közép-kelet-európai történelmünkről. Kérdezhetnénk, miért ragaszkodunk ehhez a helyhez, ha ilyen veszélyes. Mert Anatevka a mi otthonunk. És hogyan tartjuk az egyensúlyt? Mi a titka? Egy szóval megmondhatom. A hagyomány. Színpad kép és látvány. A darab végig egy helyen játszódik, Anatevkában, egy kis eldugott ukrán faluban. A színpad kép a falu egyes helyszíneit jeleníti meg. A darab fő helyszínét a főszereplő, tevje és családja otthona, valamint annak közvetlen környezete adja. A díszletelemek nagyon neutrálisak, fából készültek, és a barna szín árnyalataiban pompáznak. A háttérben látható egy 6-7 méter magas, fadeszkákból készített fal, amelyre a fából készült épületek rögzítésével Anna Tevka látképe elevenedik megfelelő nézetből. A fal a darab egésze alatt a színen van. A nyitóképben a színpadon embernagyságú házikúk elevenednek meg, amelyek a szereplők között táncolnak. Szintén állandó díszletelem egy hosszú fadeszkákból készített palló, amely az épületek között fut végig, a falu utcáját jelenítve meg. Tevje otthonát egyszerű fából készült hosszú asztal és padok alkotják. Fontos kellék a darabban Tevje kétkerekű nagy kordéja, melyen a nagy bádok teljes bödöneit szállítja. A szereplők bemutatása Tevje, ötvenes férfi. Őszhajat és nagy ősszakállat hord. Tevje egy bézs lenvászon inget, rajta egy sötét kék anyagában csíkos, apró gombokkal díszített mellényt, és hozzá fekete nadrágot visel. A kiegészítője a fején viselt simlis barna bőrsapka, és az imasál, amelyet derekára kötve hord. Golde, ötvenes telt karcsú hölgy, aki hosszú, derékba húzott sötét, virágmintás ruhát, valamint a ruhával megegyező anyagból vart fejkendőt visel. Szejtel, 25 év körüli lány, hosszú, világos barna haja van és kék szeme. Szürke, mintás, kerek gallérú blúzt visel, világos szürke bokáig érő szoknyával. Hódel, 25 év körüli, hosszú, barna hajú lány. Ruhája egyszerű, bés színű, a derekán kötényt visel. Hava, 30 év körüli, hosszú, barna hajú lány. Krémszínű, hosszú ruhát visel, derekán egy vékony barna övvel. Sprejce, Bielka, Tíz év körüli kislányok, akik világos egyberuhát viselnek, hajukat két nagy cofba kötik fel. Mótel, 25 év körüli, magas, vékony férfi, fehér inget, rajta fekete zakót és fekete nadrágot visel. Kiegészítője a fekete kerek szemüvege, az ima sál és a sábezdekli a fejetetején. Lázár Wolf, 50-es éveiben járó férfi, ő szakállat visel, az öltözéke fekete. Fején fekete kemény kalapot hord. Percsik, harmincas éveiben járó férfi. Sötét barna, kopottas bőrkabátot visel, hozzá barna nadrággal. Fején simlis bőrsapkát, nyakában pedig fehér és szürke csíkokkal díszített sálat hord. Csend biztos, harmincas, magas, vékony férfi. Ezüst gombokkal díszített szürke zúbonyt visel. Szürke nadrágja derekán barna öv díszeleg, fején szürke simlis fejfedőt visel. Fegyka, 25 év körüli, fiatalember, kackiás bajusszal. Szürke inget és nadrágot visel. Frumasára, negyven körüli nő. Egyszerű, hosszú jó világos blúzt és hosszú szoknyát visel köténnyel, fejét kendővel takarja. Jente, 50 telt karcsú hölgy, aki hosszú, derékba húzott sötét, virágmintás ruhát, valamint a ruhával megegyező anyagból vart fejkendőt visel. Cejtel nagymama, 60-as asszony, hosszú, sötét ruhát visel, sötét haját hatalmas konyba feltűzve hordja. Mordha, 45 körüli férfi, fekete hosszú kabátot és nadrágot visel, fején kalapot hord és derekára imasá van felkötve. Rabbi, 50-es magas férfi, fekete öltözéke, őszes haja és fekete széles karimájuk alapja van, mely alól őszes pajeszalók ki két oldalon, vállára fekete-fehér csíkos tólát terít. Mendel a fia, 30-as fiú, sötét öltözéket visel, vállán szőttessel, fején fekete kalappal, amely alól kilók pajesza. Avram, 40-es férfi. Az öltözéke fehér ing, rajta kis fekete mellénnyel és fekete nadrággal. Dereket neki is imasáldíszíti. díszíti. Nahum, 40-es, kisé férfi. Öltözéke fehér ing, kis fekete mellénnyel és fekete nadrággal. Dereket neki is imasáldíszíti. díszíti. Jászl, 40 vékony, magas férfi. Öltözéke fehér ing, kis fekete mellénnyel és fekete nadrággal. Dereket neki is imasáldíszíti. díszíti. A darabban megjelenik Anna Tevka többi lakója is, az ő öltözékük is hasonló. Az asszonyok ruhát vagy blúzt és szoknyát viselnek köténnyel és fejkendővel. A férfiak pedig inget hordanak sötét nadrággal és imasállal, valamint sötét kalappal. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Sok szeretettel várja önöket az akadálymentes előadáson, az Akku Egyesület.